Ez egy DJI Phantom 2-es típusú drón repülőgép. Mekkora csomagot tud elvinni? Körülbelül 50 deka súlyút. A drón működése az egy viszonylag bonyolult szerkezet. Én a távirányítóval csak egy igényt adok a benne lévő számítógépnek. A számítógép pontosan számol a GPS pozícióból, a magnetométerből, kiszámolja, hogy ha én balra szeretnék menni, az valóban mit jelent a levegőbe, és a rajta lévő négy propellernek hogy kell úgy változtatni a fordulatszámát, hogy abból valóban egy balra haladás legyen, ne egy káosz. Tehát gyakorlatban is bemutatjuk annak a kiszállítási módnak a lehetőségét, amit úgy hívunk, hogy drónokkal történő házhoz szállítás. Néhány másodperc múlva megrendelek a telefonomon egy fogyit, amit egy drón fog nekem kiszállítani elsőként kísérleti jelleggel. Kapunk egy megrendelő e-mailt. Ha teljesen feláll ez a rendszer, akkor nekik onnan elég, hogyha eljuttatják ezekkel a drónokkal a kiszállított fogyit a megrendelőhöz. Nem kell ott lennünk, nem kell irányítanunk a helyszínen, és tehát messziről is tudják ezeket a GPS adatok alapján. Na, a várva várt fogyim már a levegőben közeleg, és... Menő. Az iparban régóta használják. Az eszköz készen áll arra, hogy egy pusztán A-ból B-be koordinátára elvigyen egy tárgyat, de emberek fölött ez még nem megvalósítható. Annyira nem biztonságos az eszköz. Az, hogy mikor ez bőle valóban csomagszállítás, ez mindenkor jogszabályoktól lesz függő. A legnagyobb amerikai példák is ugye ezekkel a drónokkal kísérleteznek, Magyarországon pedig mi először.